talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk mostanáig, kárhozott a ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok. Közösség, emlékező udvarhelyiek. Évente ezen a napon itt találkoznak az udvarhelyiek, hogy az 1848-as forradalomra, a szabadságharcra emlékezzenek. Teszik ezt erkölcsi kötelességből, egyfajta lelki igénynek eleget véve, a nemzet hívószavának engedelmeskedve. Nekünk, magyaroknak, székelyeknek március hava, a szabadság és a tavasz ünnepe. Őseink számtalanszor a szabadságért harcoltak, akár életüket adva értek. Március 15 egyet jelent a forradalom tiszta érzésével, a népek tavaszával. Petőfi Sándor két nappal a forradalom kitörése után március 15-éről a következőket írja. Eredményei olyanok, melyek egy napot örökre emlékezetessé teszi a magyar történelmet. Kezdetnek nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mérföldet gyalogolni a meglett embernek. Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk a bátor, igaz hitű márciusi ifjakra, akik életüket adták a szabadságért. Mindnyájan hittek abba, hogy a közös eszméink előbbre viszik a nemzet és haza ügyét. Nem volt hiába való az áldozathozatal, a szabadságért és az eszmékért kirontott vér.